Sziasztok, Csákó Beni! Szia, sziasztok! Lejöttünk Siófokra, a plázsra, és a Scitechnek itt található a Beach Workout sportparkja, ahol egy kicsit edzegetünk, és tesótusa még nem volt az én csatornámon. Többször kikaptam, és idefele úton kitaláltam 5 feladatot, ahol egy kicsit most, hát ha vissza tudok neked vágni. Ezért nem akartam idejönni, a fene vigye! Már jó, csak vicceltem, állom a sarat, készen állok. Hú, ez az önbizalom egy kicsit megrémít. A mai videóban 5 féle feladatot fogunk csinálni, és megnézzük, hogy ki a király itt a siófoki parton. Na Benni, az első feladat, az egy kibírja tovább feladat lesz. Abba jó vagyok. Húzózkodni fogunk versenyre. Én most itt Danira voksolnék, az az igazság. Pontosítva a feladat, amíg az egyikünk húzózkodik, a másik addig függésben van, és ki tud több húzózkodást csinálni. Ez a legnagyobb spárga, amit tudok amúgy. Megkezdsz a húzózkodást. 3, 2, 1, meg! Várj! Úgy látszik, Dani nagyon könnyedén nyomja és beszél a fedájukat. Beninek az arcán már látszik egy kis izzadságcsepp. Szerintem én kopkeresztig nyomtam. Ez már esélytelen lett volna. Örülök azért, hogy lejöttél. Ennyi ment volna még őszintén. Szerintem egy 5 még benne volt azért. Akkor ez egy erős 1-0. Bennivel egyébként volt már egy hogyan tanuljunk meg húzózkodni videónk, szóval ha nem láttátok, akkor nézzétek meg. És ha látjátok, Benni már egyre jobb benne. Igyekszem, tanultam sokat abból a videóból, ti is tanuljatok belőle. Na hát a következő gyakorlat ugyanez tolódkodással. Az jó, de melyikbe fogok én nyerni így? Benni, hát együtt tanultuk meg őket, egy kis verseny. Hát ez nem jó, Bennének nem jó. Lehet, hogy le fognak nyomni tégedet. Sőt, biztos amúgy. Mert? Let's start the show, most ne kezdesz. Ha viszont esik, menjen le. Megbosszulok most minden tesótusá. Én úgy nem tudom, miért jöttem ma. Húzzam egy kicsit Dani lábát. Nincs egy súlyok, amit rá lehet. Ellenállást otthontok neki, ha gondolod. Aj, ne! Nem baj, ügyes voltál. Elfáradtam már megint. Azt hiszik, hogy ez ilyen lejáratos videó lesz. Ez kicsit olyan, nem? Hogy te profigodra. Eddig mindig Benni találta ki a feladatokat, egy kicsit most végre én is tudok érni. Mikor jön az úszós feladat? Az ma nem lesz. Szeretnétek úszós, vizes valami kihívást? Kommentba jelezzétek, léci. Abba most én állnék csehül. Következő feladat, egy kis hasizom. Lábemelést fogunk csinálni függésben. Mindig függésben. Jó, legyen függésben. Hát beszéltük a szabályokat, most már kezdhetnénk. Tehát, meg kell érinteni a lábfejetekkel, jó? A rudat. Köszönöm. Nem kell nyitott térdel, gyönyörű spiccel. 3-0, köszönöm. Jó? Csak menjen. Na gyerünk, számolom nektek. Kösz. Nem kell sokáig. Nem elítsd nekem? Mehet inkább. Jó, menjen. 1, 2, 3. Hú, Benni nagyon siet, úgy látszik ebbe ő a jobb. 4, 5, 6. Micsoda lendület! 7, 8. Dani, úgy látom fáradt. 9. Mi ez a számolás? Ti csináljátok, én csak számolom. 10. 11. Jajjajj! 12. Gyerünk, a 12. jön. Bennének megvan a 12. Na jó! Yeah! Á, és feladtam! Végre nem 3-0. Szép volt! Azaz, szépítettem. Fáradt egy kicsit már. Itt a kocka. Hé, Benő, azért van jutalma is a győztesnek. Mi? Hát a Fresh Barba kap egy nagyon finom séket. Tessék? Dicsértessék. Hát az utolsó előtti feladatnak egy elég kemény. 2-2? Reméljük, hogy az lesz. Azért egy elég kemény feladatot választottam.
függésben meg kell simán így statikusan tartani. Megint függés. Kibírja tovább. És nem rosszból, de én azt 2 percig tartottam egy crossfit versenyen. Ez rosszból, ez inkább, ezt nem akartam. Akkor most fel is tettük a mércét. Bocsi. Nem is látom hova. Nyomassuk már, vár minket a hűsítő Balaton. Ó, igaz, igaz, nyomjuk meg. 3, 2, 1, mert. Nem rak fel az álladat. Remélem, jól megfogtátok a szállodat. Én nem annyira. Nem az ujja, akkor fogjátok újra, mert az ujja fel. Jó az. Majdnem életem leggyorsabb 2 perce. Jaj! Maradnék még amúgy! Aha, ezek így maradtak. Ez nagyon rossz volt. Szerintem ezt nem a végére kellett volna tenni. Neked mennyi volt az időd, Annó? Mondom, 2 perc. És nekünk most köbben? Agyú, jó. Erről, körülbelül. Erről most ne beszéljünk. Amúgy sem kíváncsi rá senki. Na és hát a Beach Workout Sport Park mellett található 2 röplabda pálya is, ami most nem röpizni fogunk, hanem az utolsó feladatunkat fogjuk megcsinálni, ami nem lesz más, mint hátraszaltó verseny. Bár baj. Ja. A feladat roppant egyszerű lesz, egymással szemben állunk, amikor megcsinálsz egy szaltót és nem tetted le a kezed, pacsizva a társal, akinek ismét egy hátraszaltót kell csinálnia, és ez addig megy, amíg valaki nem hibázik. A vicces az az, hogy én hónapok óta nem csináltam sehol sem hátraszaltót. A lelkem teljesen tiszta, erről nem tudtam. Aha. Sajnos ez már elő, benne van a listán. Forgatókönyv, tartanunk kell magunkat hozzá. Az igazság az amúgy, hogy mostanában én sem szaltóztam. Meglátjuk. Hogy esküszöm, izgulok. Hát még én. De érted is izgulok, úgyhogy óvatosan, jó? Hajrá! Szép volt! Nem fogadjuk el, nem nincs lent! Ő a kezére szegény, nagyon jó volt, Benny! Ebben most csak sajnos ennyi volt, én úgy éreztem már az előzőből is. De amúgy leküzdöttem a félemet, szóval ennek most örültem, hogy ez így benne volt a feladatok között. Én meg büszke vagyok rá, szép volt. Hát akkor 3, meg gratulálok, jó volt, jó feladatokat állítottál össze. Mikor lesz visszavágó nálad? Nálam! Egy hónapon belül. Szuper! Ha szeretnétek tényleg visszavágót, akkor dobjatok egy lájkot a videóra. És akkor úgy tűnik, hogy nekem kell meghívnak a Fresh Barba egy jó finom sékre, menjünk! Képzeld, simán legyőztem Benit, és Fresh Barba mindjárt meghív egy jó sékre. Közben jut eszembe, már ne is haragudj, de te 2 szaltót csináltál, én 2, a harmadikat elrendeltem, de te nem csináltál a harmadikat. Ja. Úgyhogy lehet még egál? Ja, aha, jó. Öcsi, ez máshol, jó? Na, szia! Na, jó. Tessék, győztes, fogyasz sok-sok egészséget! Köszi szépen! Ilyes voltál, jó volt, tetszettek a feladatok, ma is sportoltunk, boldog vagyok. És hát érik egy visszavágó, és látogassatok el ti is a Siófok plázsra, nagyon jók ezek a szájtekes kondiparkok, medence, fresh bar, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Így van, gyertek el! Zsűrikém, gyere te is ide! Kizártok minden videóban. Ügyesek voltunk? Nagyon. Én is? Kicsit béna voltam, de előtt. Dehogy is. Nézzétek meg a srácok videóit is, leraktam a leírásba, és hamarosan találkozunk egy újabb edzős videóban. Ottali! Sziasztok! Sziasztok!